Az előző adást ott fejeztem be, hogy az erősítő kimenő teljesítményére azt mondtam, hogy az nem egy olyan fontos adat. Ebben a részben pedig kitérek arra, hogy miért nem annyira fontos, illetve az ezzel kapcsolatos összefüggésekre. Sziasztok, én Tamás vagyok. Ott kezdeném, hogy az emberi hallásnak van egy tulajdonsága, mégpedig az, hogy plusz 3 decibeles hangnyomás változást éppen hogy csak hangosabbnak hall. Ezt a plusz 3 decibeles hangnyomás változást hoz neked viszont meg kell dupláznod a watt számokat, tehát a kimenő teljesítményedet mindig meg kell dupláznod. És itt fog képbe jönni a hangfalad, és annak az egyik legfontosabb tulajdonsága, az érzékenysége. Ezt egy számsor szokta jelölni, ami úgy néz ki, hogy mondok egy példát, 92 decibel, zárójelben SPL, per 1 watt, per 1 méter. És hogy pontosan mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a hangfalad 1 watt teljesítményre 1 méter hallgatói távolságból 92 decibeles hangnyomást fog létrehozni. Ez a legfontosabb tulajdonsága a hangfalnak, hogy milyen érzékeny. Tehát amikor te hangfalat vásárolsz, ezt az értéket próbáld meg először megkeresni, felkutatni. Most egy táblázattal fogom szemléltetni azt, hogy miért fontosabb az érzékenységi adat, a hangfalad érzékenysége, mint az erősítőd leadott teljesítménye. Nézzük a táblázatot. Egy 20 wattos erősítőre két különböző érzékenységű hangfalat, hangfal 1 85 decibel érzékenységű, hangfal 2 95 decibel érzékenységű hangfalat kötünk rá. A táblázat felső sorában láthatjuk a kiindulási értékeket, majd egyre lejjebb haladva duplázzuk a wattok számát, és nő a hangnyomásunk. 2 wattnál 1-es hangfal 88 decibel, 2-es hangfal 98 decibel. 3-as lépcső, már 4 wattnál járunk, 91 decibel, az 1-es hangfal 101 decibel, a 2-es hangfal. 4. lépcsőnél 8 watt, 1-es hangfal 94 decibel, itt éri utal a 2-es hangfalnak a kiinduló értékét, 2-es hangfal pedig már 104 decibellel. 104 decibel hangnyomást ér el. 5. lépcsőnél 16 watt, a leadott teljesítményünk 1-es hangfal 97 decibel hangnyomást hoz létre, 2-es hangfal pedig már 107 decibelnél jár. Mivel hogy 20 wattot az erősítőnk, itt megállunk, és jól látjuk, hogy az érzékenyebb hangfal nagyobb hangnyomást hoz létre nekünk alacsony watt számon. De elméletben folytassuk a táblázatot egyes hangfalra nézve, hogy mikor éri utol a 2-es hangfalnak 107 decibeles hangnyomását. 1-es hangfal 128 wattnál fogja elérni a 106 decibelt. Ebből jól látszik, hogy nem a wattok számítanak, hanem a hangfalak érzékenysége. Itt még hozzáteszem, hogy ezt kellenek a wattok, minél nagyobb szobába helyezzük el a hifi rendszerünket, annál több wattra lesz szükségünk. Az erősítő teljesítményét, illetve a hangfaladnak a teljesítményét wattban a szoba méretéhez kell igazítanod, mert hogyha neked van egy 20 négyzetméteres nappalid, ahova te szeretnél hifit építeni, akkor a watt számokat ahhoz kell igazítani. Mondok példát, ha beraksz egy 20 négyzetméteres nappaliba egy 300 wattra képes rendszert, ami mondjuk 95 decibel érzékenységű, hát egy bizonyos hangerő után nem fogsz tudni megmaradni, kellemetlen lesz, a különböző akusztikai dolgokról ne is beszéljünk. Viszont ha te csak egy 80 wattos rendszert raksz be, aminek úgy szintén jó az érzékenysége, az kellemes hangzást fog biztosítani a számodra. Úgyhogy amikor te erősítőt, hangfalat választasz, akkor neked figyelembe kell venned azt, hogy mekkora szobába fogod azt elhelyezni.
Ezen kívül a hangfalaknak van még számos tulajdonsága, ami úgy szintén fontos, például az, hogy milyen anyagból készült a hangfalnak a doboza, vagy teste, milyen vastag ez az anyag. Fontos az, hogy ez zárt doboz, vagy reflexnyílással van ellátva. Az is fontos, hogy elől helyezkedik el a reflexnyílás, vagy hátul. Hány utas a hangfalad, ugye itt többféle variáció van. Van, amelyikben csak egy hangszóró van, például az egy szélessávú hangsugárzóval ellátott hangfal. Két utas, három utas, négy utas, három utas, négy hangszórós, három utas, öt hangszórós, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát van variáció bőven, illetve fontos a hangváltó és annak minősége, fontos, hogy milyen anyagokból készült maga a hangszóró, de ez mind majd a költségkeret fogja megszabni, de a legfontosabb dolog az az érzékenysége a hangfalnak. Minél magasabb ez a szám, annál kisebb teljesítményű erősítő kell hozzá, ahogy a táblázatban is mutattam. És itt be is fejezem a mai tartalmat, köszönöm a figyelmeteket, ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni, ezzel tulajdonképpen engem támogattok, illetve innen fogom tudni, hogy melyik műsor az, amelyik számotokra érdekes. Sziasztok!